Köszöntöm nézőinket! Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látják, tartsanak velünk! Életnagyságú szoborral gazdagodott a Szent II. János Pál plébánia, a szakrális alkotást Rózsa László diakónus adományozta a közösségnek. Apafi az arándoklatot szervezett a Pécsi Egyházmegye, 130-an indultak útnak gyalog Mária Gyűdre. 20 éve vette fel Szent Lukács nevét a Dombóvári Kórház, Felföldi László megyés püspök is tartott előadást a szakmai napon. 72 óra kompromisszum nélkül, önkéntes szolgálat a fiatalok körében 3 egyház részvételével. Minden szentek, november 1-én a szenteket, vagyis a megdicsőült lelkeket ünnepeljük, másnap pedig halottainkra emlékezünk. Szent II. János Pál pápa életnagyságú szobrával gazdagodott Pécs legfiatalabb plébániája. 2020-ban a Szent Pápa vérerekjéjét adományozta a kertvárosi templomnak a varsói magyarok plébánosa, mostantól pedig a II. János Pál pápát ábrázoló szobor fogadja vendégeket a kertvárosi plébániánál. Karol Wojtyla, Szent II. János Pál pápa, a 20. század egyik legkarizmatikusabb, legismertebb egyházfője. Lelkipásztori utazásai alatt 201 országot keresett fel, mintegy 1.200.000 kilométert tett meg. 1991-ben Pécset járt és Pogányban tartott szentmisét. Ő lett a védőszentje a 2019-ben alapított új plébániának Pécskertvárosban. Nagyon sok ember lakik itt, elérhetetlen volt szinte az időseknek, az embereknek a Szent Erzsébet templom plébánia, és én is úgy látom, most már tényleg beigazolódott, hogy ez egy bölcs döntés volt, és terve volt véve egy új templom építése is, egy kulturális központ, sportközpont templom köré plébánia. Sajnos a területet azt nem sikerült megszerezni. Ezért most még várakozó helyzetben vagyunk, különösen most a gazdasági helyzetben. De viszont van ez a kápolnánk. Udvardi püspök úr annak idején mondta, hogy nézzünk egy olyan valami helyet, ahol lehet misézni. És ez volt a panoráma presszó. Szoktuk mondani viccesen, hogy Németországban a templomokból csinálnak presszókat, meg kocsmákat. Most itt nálunk Pécsen fordítva, mert a kocsmából lett, vagy presszóból lett kápolna. Egy multifunkcionális kápolna, próbáltunk odafigyelni mindenre. Nagyon jó helyen van, mert a felső résznek a központja. Itt áll meg a busz, körbe házak vannak. Amit még tudni kell, körülbelül 40.000 ember tartozik ide. Vannak filiáink is, ide tartozik gyót, kesző, kökény, málom, Nagy Árpád, Postavölgy. Ezen kívül ellátjuk még a Honvéd Kórházat és a Reményházát, a hajléktalan ellátóközpontot. És hát itt vannak az iskolák, az óvodák és a közösségi élet. Hála jó Istennek, hogy a két befogadó közösség, ami megvolt már, amikor elindítottuk a plébánia életét, az 2019. január 1-én történt, hogy önálló plébánia lett, bővült a közösségek száma. Egy nagy hiba van, ez pedig az, hogy kinőttük már a kápolnát, hiszen, ahogy mondtam, ez nem csak egy kápolna, hanem egy közösségi tér is. Jó látni a hittanos csoportokat, hogy jönnek szinte hétköznap, majdnem minden nap van délután a gyerekeknek összejövetel. Élményszerűvé tesszük a gyerekeknek a hittant. Egy kis kórus szervezése is terve van véve. Aztán itt van a házas hétvégés csoport, akik nagyon sokat segítenek, például a fiatal házasokat megszólítani. Kialakult egy nagyon jó kapcsolat egy lengyel-varsói közösséggel, egy testvér plébániai kapcsolatot alakítottunk ki. A Pável atya egyszer meglátogatott, ő gyakran jár Magyarországra, tud magyarul. A kinti varsói magyar közösséget is ő vezeti, egyébként ott plébános Varsóban. És egy nagyon jó, nem csak barátság alakult ki, hanem tényleg egy testvéri közösség. Az ő jóvoltából kaptunk II. János Pál pápa
volt titkárától, Dzsivis érsektől egy Szent Második János Pál vérerekét, illetve kaptunk a varsói érsektől Pop Jaruskó atyának az erekéből egy kis darabot, a csont erekéjéből egy kis darabot. Hát ezt is itt elhelyeztük, őrizzük a templomunkban. Vasárnap bérmálás volt, 12 fiatalt bérmált meg püspök atya a bucsúi szentmisén keretében, hiszen most ünnepeltük a nagypápának a emléknapját. Egy diákonustól, nős diákonustól, Rózsa Lászlótól pedig kaptunk egy csodálatos Második János Pál szobrot, egy kültéri szobrot, amit püspök atya a szentmise végén megáldott. Öröm volt számomra, mert az apostolok is 12-en voltak, a bérmálkozók is 12-en voltak, és ígéretük szerint szeretnének ők maguk, kérték havonta összejönni, komolyan fölkészültek, és ők voltak az első bérmálkozók itt az új plébánia területén. Ahogy annak idején valahol álom volt ennek a kápolnának a létrehozása, az új plébánia beindítása, és elértük, hiszem és remélem, hogy az új templom építése is valósággá válik. És köszönöm mindenkinek, aki bármiben segített itt a 4,5 év alatt mellettünk volt, és segítette ezzel is az egyházközségnek az építkezését. Hagyományteremtő kezdeményezést valósított meg a Pécsi Egyházmegye főpásztora. Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. A zsidókhoz írt levélből vett szentírási szakasszal hívta a nagypapákat, édesapákat és fiaikat közös gyalogos zarándokra Felföldi László megyés püspök. Pécsről csaknem 130-an indultak útnak gyalog Mária Gyüdre október 22-én. Egészen Mária Gyűdig zarándokoltak ezek a férfiak és fiaik. Cseh László két kisfiával érkezett az útra, ő már régi zarándok, többször járt Mária Gyűdön gyalog. A két kicsi most elkíséri. Közösséghez tartozunk, ez egy teljesen jó közösségi program. Amikor én kicsi voltam, akkor is többször zarándokoltunk, gyalogoltunk, túráztunk. Ez örök élmény maradt. Van, ahol több férfi generáció is érkezett erre a különleges napra. Nagypapa, apa és unokák. Egy szent helyre megyünk. Én már voltam egy előző, akkor is ugye zarándoklat volt, nem volt az olyan régen, akkor is én ezre elmentem. Hát 6 unokám van, és nagy örömömre szolgál, amikor együtt tudunk lenni. A püspök úr indította a férfi találkozókat tavaly, és nagyon megérintett bennünket a vőmmel együtt, hogy vannak hiányosságaink a családdal szemben, és a férfiasságunknak a megerősítését is szolgálja ez a zarándok út is, meg hogy egyáltalán nyíltan, őszintén beszélünk olyan problémákról, amit korábban nem tettünk az asztalra, vagy elsiklottunk felette. Azon kívül pedig hát példát is kellene mutatni a fiataloknak, tehát van neki egy lelki és egy fizikai motivációja. Az apafia zarándokokat a Máltai Szeretett Szolgálat pécsi csoportjának munkatársai kísérték el, de nem autóval, hanem szintén gyalog tették meg a távolságot. Püspök atya felkérésére veszünk részt a zarándoklaton, mint elsősegély nyújtó szervezet elsősorban. Az útvonal olyan, hogy autóval nem lehet kísérni. Általában Mária Gyüdi zarándoklat az egy olyan útvonalon halad, ahol a mentő végig tudja kísérni, és ott, ha bármi akut probléma adódik, akkor azt el lehet látni. Itt nem ez van, hanem részben a Szántóföldön, részben mellette erdei vagy más utakon halad a menet, és ezt kell nekünk lekísérni. Alapvetően első segélyt tudunk nyújtani, és addig, amíg odaérkezik a mentő, vagy pedig valakit ki kell szállítani, akkor azt is meg tudjuk oldani, addig ellátjuk az eseteket, és hát erre készülünk, meg arra, hogy nem lesz semmilyen probléma az úton. Felföldi László pécsi megyés püspök már tavaly terbe vette az apafia zarándoklat ötletét, amelynek megvalósítása mostanra érett be. A férfiak vállára ma nagyon sok teher nehezedik a világban, mondja a püspök. Ha megnézzük a világot vagy a médiát, ma már egyértelműen Magyarországon különösképpen látható, hogy a férfiakra irányult a figyelem. És az egyházban is nagyon fontos, hogy megérezzük annak a
kihívását, hogy ők most különleges segítségre szorulnak, és óriási teher nehezedik a vállukra. Minden férnek, minden édesapának, most azt gondolom a történelem folyamán a legnagyobb teher van a vállán. És ezért össze kell fogni. A férfi az mindig csapatjátékos volt. Fogjunk össze, erősítsük egymást, és így mindenki biztosabban, stabilabban helyt tud állni a saját élethelyzetében, családjában, a szeretetnek, az örömnek, a család biztonságának a megteremtésében. Azt gondolom, rendkívüli edzést nem kell. Itt vannak kisgyermekek, akik most így nagyon vállalkozó szellemmel elindulnak, hanem egy normális menettel haladunk. Itt a lényeg, hogy mozduljunk ki, mozgásban legyünk, hisz ez az egész életünk, úton vagyunk, állandóan haladunk, de hogy ebben az újban, ebben a találkozásban mégiscsak, amit most meg fogunk élni, együtt megyünk, és számítsunk egymásra. Itt vannak mellettem az egészségügyiek, itt van egy lelki menet, egy gazdagodás, de csak egy baráti találkozó, egymás mellé állunk, és töretlenül tudunk beszélgetni. Ez óriási ajándék ez a mai nap. A hagyományteremtő programon mintegy 130 fiatal és idősebb korú zarándok vett részt, köztük több tucatnyi gyermek tette meg a több mint 20 kilométeres távolságot. A Dombóvári Kórház Szent Lukács napi hagyományos rendezvénye idén egy különleges jubileum is egyben. 20 évvel ezelőtt vette fel ugyanis az intézmény Szent Lukács orvos evangélista nevét, és ugyanebben az évben hazai, svájci és német adományokból építette Zonner Ádám kanonok, Sásdi plébános, a Mária Mater Dei kápolnát. A jubileum alkalmából szakmai napot is tartottak, ahol Felföldi László megyéspüspök tartott előadást. A közismert Ave Máriával köszöntötték mindazokat, akik elfogadták a Dombóvári Szent Lukács Kórház meghívását rendezvényükre a Mária Mater Dei kápolnába. Az intézmény többszörös jubileumot ünnepelt a névadó Szent Lukács napján. Ezen a napon ünnepeljük hagyományosan most már 20. éve a kórházunknak a névnapját, de ma születésnapja is van, hiszen 20 évvel ezelőtt vettük föl ezt a nevet, pontosan szinte órára ebben az időben, egy nagyon szép ünnepség keretében, és gondoltuk most így a 20 éves jubileum alkalmából egy kiemelt rendezvényt szervezünk. Délelőtt szakmai nap volt, szakmai előadások, minden osztály bemutatkozott, beszélt az elmúlt 20 évről, mi történt, nagyon nagy a fejlődés egyébként. Érdekes volt látni ezt így, vagy hallani összefoglalva. Nekem is, aki 20 éve vezetem ezt a kórházat, nagyon érdekes és tartalmas volt. És ma délután jön az igazi ünnep, egy szentmisét mutatott be Mayer Mihály nyugalmazott segéd, vagy nyugalmazott püspökatya, aki felszentelte a kápolnát 20 éve, és most pedig egy jubileumi ünnepi ülés lesz a gyógyításról, a gyógyítás Szent Lukácsi modelljéről, ami az én hitvallásom szerint a tudomány mellett a lélek, a művészet és a spiritualitás is szerepet kell, hogy kapjon. Éppen ezért elfogadta felkérésünket Felföldi László püspökatya és Bogár Lajos professzor úr, akadémikus a Pécsi Egyetemről, aki a tudományt képviseli. Próbáljuk ezt a holisztikus Szent Lukácsi szemléletet a gyógyításban megjeleníteni. Ez egyébként a mi kórházunk elmúlt 20 évének is egy kiemelt programja volt. Az ünnepi eseményre az országos tiszti főorvos is meghívást kapott, aki beszédében hangsúlyozta, mindig öröm számára, mikor Tolna megyébe hívják. Azt mondja Szabó Magda, Kossuth Díjas írónk, hogy a világ olyan gyönyörű, hogy egyre nagyobb felelősség embernek lenni. Hát ha valamikor, akkor az elmúlt években ezt mindnyájan tapasztalhattuk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokszor, akik itt tettek, sürgölődtek a betegek körül, és gyógyulásukat, ápolásukat szolgálták, olyan missziós feladatot hajtottak végre, amire egész életükben nem is gondoltak. Hiszen legyünk őszinték, egyikünk sem gondolt erre, hogy mi vár ránk, és talán jobb is volt ez így. A délután folyamán Felföldi László pécsi megyés püspök kiemelte, a névadó nem csupán evangélista volt, hanem orvos is. Szent Lukács az örömhír, az evangélium átadója, mint az Pál apostol követője, ismerője, és utána azt mondja, hogy akkor most már akkor fogalmazzuk meg az üzenetünket,
És nagyon fontos, hogy főleg a betegeknek az öröm hír, hogy képes vagyok, hogy a lélek győzhet, és a mindennapi életben is valójában ez a nagy üzenet, hogy Isten az embert szereti, és Istennek nagyon fontos az ember. A betegség az egy olyan rossz, egy olyan feladat, amit meg kell oldani egyénnek, közösségnek, és ez természetesen a kórház, az egyház, a test, lélek erősítésével hozzájárul. Én nagyon örülök, hogy ezt a napot itt ilyen komolyan veszik, és egy kicsit úgy a teljes emberre nézünk rá. Mindig csak a részeket látjuk, hogy keze, lába, stb. A szervek, valami beteg, de hát igazából azt mondjuk, hogy én vagyok beteg. Nekem fáj. És ezt kell erősíteni, gyógyítani, hogy mindig örömmel, szeretettel, egyre gyógyultabban tudjunk élni. A hit az egy olyan erő, egy olyan csoda, hisz a természet fölötti erő nem valahol van, itt van, velünk van, és azt akarja az Isten, hogy éljünk vele. De hogy tudok vele élni? Na ez a hit. És ezt igazából föl kell fedezni, ezt tanulni kell, és azt gondolom én, hogy gyakorolni is kell újra és újra az életünkben, de lehet másoknak is segíteni, akár a saját hitünkkel, akár az ő hitének a felébresztésével. Az érdeklődők számára a professzor dr. Bogár Lajos, a Pécsi Tudományegyetem általános orvostudományi karának tanára, Tudományos kutatása a gyógyítás szolgálatában címmel tartott előadást, hogy miként segíti az elméleti és gyakorlati orvostudományi kutatás a gyógyítás módszereinek javítását. A végső cél természetesen az, hogy az emberek életminősége javuljon, és ez nagyon hangsúlyos, hogy nem pusztán az élet meghosszabbítását szeretnénk az egészségügy által biztosítani, hanem az a cél, hogy az emberi életminőség legyen jobb. A Dombóvári Kórház Szent Lukács napi hagyományos rendezvénye idén is egy különleges jubileumi alkalom volt. A 72 óra kompromisszum nélkül akció országos megnyitóját Pécsen a Magtár Látogatóközpontban tartották. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében a miniszterelnökség támogatásával megvalósuló program célja, hogy népszerűsítse a fiatalok körében az önkéntes munkát. 15. alkalommal rendezték meg a 72 óra kompromisszum nélkül akció országos megnyitóját Pécsen. Az önkéntességet népszerűsítő program a fiatalokat igyekezett megszólítani. Céljaik és konkrét feladataik vannak már egyes önkéntes fiataloknak. Mi a Reményházába fogunk a könyvtárba pakolni, és azt kell tudni a Remények házáról, hogy ez egy a nehéz sorsúaknak a egy ilyen ház, ahova ők be tudnak menni, és segítséget kapnak ott, és mi ott fogunk segíteni. Az eseményen a történelmi keresztény egyházak képviseltették magukat. A Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósult meg az akció. Kovács József, a Katolikus Pécsi Egyházmegye püspöki titkára, ifjúsági referens beszédében az önkéntesek tanúságtételét jelmi voltát hangsúlyozta. Ferenc pápa egyik gondolatát idézte, miszerint túl kell lépnünk önmagunkon, nyitnunk kell a mellettünk élők felé. Ebből épül fel az egyház. Az önkéntességből. Önként állunk Krisztus mellé, önként állunk egy cél mellé, amelyben mi hisszük, hogy Krisztus van mögötte, és érdemes oda tenni, akár az egész életünket, akár a 72 óránkat. Feladatok különböző, akár szociális otthonokban való segítségnyújtás, vagy parkrendezés, lesz olyan, amikor csak egy padot festenek le, vagy éppen tudom, hogy Cserdibe például a fiatalok is tevékenykednek a faluba. A Magyar Református Egyházat Kisóvári Németh Márta intézményi lelkész képviselte. Az önkéntessége az egyházunkban nagyon fontos kifejezés, bár nem használjuk ezt a kifejezést a mindennapi szóhasználatban, hanem beszélünk diakóniáról, szeretetszolgálatról, ami azt mondhatjuk, hogy az egyházunknak az egyik ismertető jele. Hogyha ez nincs meg a szolgálat, az emberek felé nyújtott szolgálat, akkor tulajdonképpen azt vehetjük észre, hogy elhalnak, elszegényednek a gyülekezeteink. Tehát ez egy
sok éves, sok évtizedes, akár évszázados tapasztalat is az egyházban, hogy igazándiból ott tud egy egyház virágozni, gyarapodni, növekedni, lélekben fejlődni, ahol a szolgálat, a mások felé irányuló szolgálat megvan. Természetesen ilyenkor mindig az ember kilép egy kicsit önmagából, és félreteszi a saját szükségleteit, és meghallja azt a Jézusi parancsot, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká, és amikor odalépünk a másik emberhez, akkor sokszor nem arra van szüksége, hogy elsőre az igéről beszéljünk, teológiai tanítást vigyünk, hanem lehet, hogy föl kell segíteni, föl kell állítani a földről, meg kell etetni, fel kell ruházni, tehát a krisztusi szeretetet gyakorlatban kell megmutatni. Kondor Péter gyermek és ifjúsági munkáért felelős püspök a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről köszöntőjében kiemelte, napjainkban különösen fontos az együttevékenykedés, ennek köszönhetően az elégedettséget mi is érezhetjük. Tudjátok, hogy milyen lelkesítő az, amikor valamit együtt tehetünk, hát ez a lelke tulajdonképpen a focinak, a csapatsportoknak. Ezért választjuk inkább azt, mint a magányos sportokat, az egyedül való futás, bár olykor az élet arra is rákényszerít bennünket, de itt most nem egyedül futunk. A miniszterelnökség támogatásával megvalósuló akció keretében október 6-a és 9-e között országszerte és határon túl több ezer fiatal mutatta meg, hogy önkénteskedni jó, hiszen többé válunk ezáltal. Mohai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium főosztályvezetője a beszédében a következőket mondta. A szolgálatra hívja fel a figyelmet, amely által nem csupán a minket körülvevő világ, de mi magunk is többé válunk. De érdemes megvizsgálni a jelmondat első felét is, kompromisszum nélkül. Első hallásra ez a kifejezés akár megütközést is kelthetne, egy olyan korban, ahol mindig kínosan keressük a megegyezést, a harmóniát, a középutat. És az is igaz, hogy néha szükség van kompromisszumokra. De vajon belegondolunk-e, hogy a hétköznapjaink hány százalékában figyelünk magunkra, és teszünk magunkért, és hány százalékban figyelünk másokra, és teszünk másokért? Valószínűleg az esetek többségében túlsúlyban marad az egónk. Ebben a három napban azonban a döntés arról szól, hogy teljes egészében csak mások, ügyek vagy emberek szolgálatában állítjátok magatokat. Teréz anya ezt egész életében gyakorolta, három napot talán egyszerű földi halandóként mi is kibírunk. Érdemes azonban egy kicsit az önkéntesség fogalmának mélyére ásnunk. Az önkéntesség nem más, mint a másokért való tenni akarás szándékának kifejeződése, amely őszinte, nem irányul haszonszerzésre, az abban résztvevők pedig szabad akaratukból vezérelve cselekszenek. A krisztusi szeretet parancs is arra kötelez minket, hogy próbáljunk jó hatással lenni a környezetünkre és a körülöttünk élőkre. Napjainkban különösen is szembesülünk a bizonytalanságból fakadó szorongással, apátiával. Koronavírus árnyékában magtató elmagányosodás, a háborúk nyomában járó félelem mindannyiunkra rányomta a bélyegét. A ti akciótok pontosan ebből az apátiából segít kimozdulni, előre nézni, és azt üzenni, hogy ha az egész világot megváltoztatni nem is lehet, de legalább a saját környezetünkben tegyük meg, amit tudunk. A 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció során a háromnapos programra közel 8000 fiatal jelentkezett. Mintegy 200 projektet valósítottak meg, csaknem 100 településen Magyarországon, Erdélyben és a Partiumban. A Pécsi Egyházmegye területén Baranya megyében 10 projektet valósított meg 71 fiatal katolikus önkéntes. Tolna megye településein két projektben összesen 15 katolikus és cserkész önkéntes vett részt. November 1-e, vagyis Minden Szentek napja a megdicső Egyház, november 2-a, halottak napja pedig a küzdő egyház ünnepe. A keresztény felfogás szerint Minden Szentek ünnepén azokat az Istennel teljes közösségre jutottakat köszöntjük, akiket név szerint külön nem említ a kalendárium. November 2-án, halottak napján pedig megemlékezünk azokról, akik a megtisztulás állapotában szenvednek, illetve az összes megholtról. Minden Szentek ünnepe és halottak napja. Előbbi jeles esemény római katolikus főünnep, az üdvözült lelkek és a megdicsőült egyház napja, melyet az egész keresztény világban ünnepelnek. A hívek megkülönböztetik a zarándok egyházat, a még élőket, a szenvedő egyházat, a már meghalt, tisztító tűzben égőket, és a megdicsőült egyházat, az üdvözülteket. A keresztény felfogás szerint Minden Szentek ünnepén az Istennel teljes közösségre jutottakat köszönjük. Az ünnep maga az a
boldogságról szól. Arról szól, hogy azokat ünnepeljük, akik már a mennyországban vannak. A hitnek ez egy óriási ajándéka, hogy vigaszt ad nekünk, reményt ad nekünk, és a mennyországban mi hiszünk, keresztények, katolikus keresztények is, de minden keresztény vallásban hiszünk a mennyországban, hogy ott még tovább él a lelkünk. A testünk az enyészeté lesz, de a lelkünk tovább él. Halottak napja a szenvedő egyház ünnepe. Az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztító tűzben szenvedők lelkéért imádkoznak ilyenkor a hívek. A halottak napján őértük imádkozunk elsősorban, akik elhunytak, de nem tudjuk, hogy hova kerültek, és bízunk abban, hogy a tisztító tűzbe, és az imádságunknak, ez nagyon fontos nekünk, hogy ereje van, hogy mi hiszünk abban, hogy aki a tisztító tűzben van, azt mi segítjük az úgynevezett előbb való mennyországba kerülésért. Azt a hetet, melybe a halottak napja esik, halottak hetének nevezik. Magyarországon a halottak napja fokozatosan vált a katolikus egyház ünnepnapjából, általános, felekezetektől független, az elhunytakról való megemlékezés napjává. A szüleimhez meg a feleségem szüleihez látogatunk el. Hát azt gondolom, hogy ilyenkor nem csak megemlékezünk, hanem egy picit így, kicsit így az örökké valóságra gondolunk, tehát a temető az, azt gondolom, hogy nem, tehát nem itt vannak, akik el vannak temetve, hanem úgy gondolom, hogy valami egészen más út. Önök a Pécsi Egyházmegye Hitvallás című műsorát látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!